Hát sziasztok! Elképesztően örülök, hogy elértük az 1000 feliratkozót, képzeljétek el, 2 év alatt, 2 év kemény munkája volt, és több mint 100 interjúba került, meg különböző videókba, különböző tanácsokba, és hát hihetetlenül hálás vagyok nektek ezért, meg a sok-sok üzenetért, kommentért, amivel segítitek a munkámat, és elmondjátok, hogy miért volt nagyon szuper egy interjú, és hogy mi tetszett benne nektek. Szeretnélek arra kérni titeket, hogy ezt folytassátok nyugodtan. Bármi, ami pozitív, vagy bármi, ami negatív, esetleg építő kritika, hogy ez nem tetszett, vagy ilyen embert ne hozzak, azt is nyugodtan írjátok le. De azt is, ami pozitív, ami tetszett, mert akkor igyekszem abból többet csinálni. Hihetetlenül örülök annak, hogy eljutottunk ide. Ez azért számomra egy komoly, komoly előrelépés, ugyanis 50-100 feliratkozónál el sem tudtam képzelni, hogy az 1000 az valahol meg lesz, vagy hogy biztosan folytatni fogom ideig, hiszen ez számomra nem egy tervezett út volt, hogy ugye amellett, hogy vannak vállalkozásaim, és igyekszem megfelelni nyilván emberként, üzletemberként, párként, bármilyen szerepben az életben, nem gondoltam, hogy a YouTube-on fogok beszélni másokhoz, és személyes márkát építeni, vagy nem tudom, ezt nevezhetem-e annak, és hogy más emberek oda fognak figyelni arra, amit mondok a gondolataimra, hogy mit gondolok a világról, mit tekintek értéknek, hogy építem mondjuk a vállalkozásaimat, milyen szemlélettel. Szóval nagyon hálás vagyok nektek is, meg magamnak is, hogy ezt elkezdtem. És ha kérhetek tőletek valamit, azon kívül, hogy kérlek folytassátok a kommentelést, a lájkolást, a feliratkozást, a bármi olyat, ami előre tudja vinni ezt a közösséget, meg hát nagyon-nagyon jó, nektek tetsző vendégeket szeretnék hozni, úgyhogy kérlek jelezzétek ugye ezt is, hogy kiket mutassak meg számotokra így a lencse másik oldalán. Szóval amellett azt szeretném kérni, hogy keress valami olyat az életedben, egy olyan területet, ami boldogsággal, izgatottsággal tölt el, ami felé szenvedélyes tudsz lenni. Nekem is ilyen a videózás például. Mennyire sokat fejlődött így 2 év alatt. Normális hang van, normális operatőr, aki felveszi, ugye itt a Peti a lencse másik végén ezeket. Kivétel persze ezt, mert most kiültem az RKM-re és a telefonommal veszem fel, de hogy egyébként most már profi operatőr veszi fel, és ő vágja, és rakja össze ezeket az anyagokat, szóval mennyire más, mint ahogy régen telefonommal egy hotelben vettem fel ezeket a videókat és interjúkat. Szóval sokat fejlődött, és millió, elképesztően sok pozitív visszajelzést kaptam ezáltal, és nagyon építette az életemnek sok területét. Hát elképesztő jó barátaim, barátságok születtek az interjúkból, és az interjú alanyokkal, aminek hihetetlen módon hálás vagyok szintén. Úgyhogy azt javaslom, hogy keresd te is valami olyan területet az életedben, amit így szeretettel, teljes lélekbedobással tudsz csinálni, mert hogyha találsz egy ilyen területet, akkor biztos vagyok benne, hogy pozitív hatással lesz rád is, és a környezetedre is. Biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon sok embernek pozitív példát fogsz tudni mutatni. És ne félj attól, hogy esetleg valakinek nem tetszik, vagy hogy mit fognak gondolni, mit fognak szólni. Hidd el, én is paráztam, én is rettegtem az elején. Úristen, kiteszek egy videót, full tapasztalatlanul. Azt se tudom még, hogy miről beszélek, meg vajon miért mondanának igent nekem ezek az emberek, akik már komoly dolgokat letettek az asztalra, és hát mégiscsak 99%-uk igent mondott, nagyon kevés, szerintem 2-3 olyan ember volt talán a 2 év alatt, akik azt mondták, hogy bocsi, most nem, vagy még nem, vagy kicsi vagy még, majd később, vagy bármi, de ők is azt mondták, hogy hajrá, csináld, ez nagyon király. Tehát egyszerűen inspirálni fogsz más embereket a környezetedben, és magadat is inspirálni fogod, hogyha valami olyat csinálsz, ami innen szívből jön. Úgyhogy kérlek szépen, hogyha semmi mást a videóimból nem fogadsz meg, és nem gondolsz át, ezt az egyet legalább próbáld ki, nézd meg, adj neki egy fél évet, egy évet, hogy mit hozol ki annyi idő alatt abból az adott projektből, vagy tevékenységből. Szóval még egyszer nagyon-nagyon-nagyon köszönöm neked és nektek, hogy megvagyunk ezren, és látom, hogy milyen gyönyörű szépen növekszik most már sokkal gyorsabban, mint eddig, úgyhogy alig várom, hogy ez meglegyen 2000, 3000, 5000, 10000, akár 100000, mert azt gondolom, hogy az emberek igenis jók,
és igenis kíváncsiak arra, hogy kik azok az emberek, akik etikusan, megfelelő értékrenddel jutottak el oda, ahová eljutottak, és mit kell ahhoz tenni, hogy te is el tudj jutni ide. Úgyhogy ezt fogom neked a következő videókban is megmutatni, és kérlek szépen, bármi gondolat, bármi ötlet van, hogy mi az, amiről beszéljek, milyen témáról, vagy milyen emberrel, azt mondj nyugodtan. Biztos vagyok benne, hogy meg foglak hallgatni, és abban is biztos vagyok, hogy igyekszem beépíteni a csatornába. Köszönöm szépen, hogy itt vagy. Gyönyörű szép napod, és ne feledd, vetkezed be az irányítást. Szia!